Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója november 15-én, csütörtökön. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Köszönet! Elismeréseket is átadtak a Szociális Munkanapja alkalmából rendezett városi ünnepségen. Átadták, felavatták a letenyei tűzoltóőrsöt, így a térség településeire hamarabb érkezik a segítség. Oroszlánként küzdöttek, jól játszott, de a Fradi elleni meccsen kijött az osztálykülönbség, így elbúcsúzott a kanizsai férfi kézilabda csapat a Magyar Kupától. Most pedig már a részletek és további híreink. Elismerték a szociális szférában dolgozók munkáját. Az önkormányzat tegnap délután tartotta hagyományos ünnepségét a Szociális Munkanapja alkalmából. A rendezvényen elismeréseket is átadtak, azt követően pedig egy színházi előadáson, majd állófogadáson vettek részt a megjelentek. A Szociális Munkanapja alkalmából azokat köszöntötték, akik nap mint nap a rászorulók, a bajba jutottak és a hátrányos helyzetűek megsegítésén fáradoznak. Munkájukért és szeretett szolgálatukért Dénes Sándor polgármester mondott köszönetet, idézve Teréz anya szavait: nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel. Önök pontosan tudják és tapasztalják, hogy bizony mások életének a segítése sok esetben egy-egy oda nyújtott kéz, egy mosoly, vagy egy jó szó révén valósul meg, nem pedig a történelem kerekének a megváltoztatásában. A hagyományokhoz híven idén is átadtak két elismerést. A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény idősek otthonában két évtizede irodai munkát végző Kis Zsuzsannának példamutatóan ellátott sokrétű tevékenységét köszönték meg. Nyugdíj előtt állok, úgyhogy elkövetkezendő évben vagy években megyek nyugdíjba, úgyhogy ez most pályafutásom végén nagyon jól esik. A Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa Zámbón és Horogsarolta családgondozóként kezdte pályafutását 1997-ben, 2012 óta pedig a családsegítő csoport vezetője. Nekem ez az első és eddig egyetlen munkahelyem. Én bízom benne, hogy azóta nagyon sok embernek tudtam és tudunk a kollégáimmal segíteni, mert ez egy olyan hivatás, ahol sokszor kevés a sikerélmény, sokszor kevés a megbecsültség, de amikor egy embernek is csak segíteni tudunk, az kárpótolja ezeket a dolgokat. Az elismerések átadását követően az ünnepség résztvevői a Telefondoktor című bohózatot nézték meg Göttinger Pál főszereplésével. A Szociális Munkanapja november 12-én van, és 1997 óta ünneplik világszerte. Caritas Hungarica díjat kapott Tulman Gézáné. A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony plébánia Caritas csoportjának vezetője, szervező és közösséget összefogó munkájáért vehette át az elismerést a katolikus Caritas ünnepi szentmisével egybekötött rendezvényén a budapesti Magyar Szentek templomában. A 2012-ben alapított Caritas Hungarica díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb 3 önkéntest javasolhatnak. Idén 40 Caritas munkatárs részesült az elismerésben. Tulman Gézáné szerint a díj nem csak neki, hanem társainak is szól. A Caritas csoport egyébként már javában készül a Szent Erzsébet napi kenyérosztásra, amely a most vasárnapi szentmiséken lesz Kiskanizsán. Szerintem hit nélkül nem is tudnánk ezt a feladatot csinálni. Mindenképpen mi Jézushoz fordulunk, hogy adjon nekünk erőt ahhoz és egészséget, hogy segíteni tudjunk, mert mi is mindig szorulunk segítségre, bár valamilyen formában, de az, hogyha mi segíteni tudunk, annál nagyobb öröm nem létezik. Jó ütemben haladnak a szakemberek az útfelújítási munkálatokkal a belvárosban. A Zrínyi utca, Ady utcai csomópontjában már szeptember végén végeztek, majd az Ady utca és a Csengeri út közötti szakaszon folytatták a felújítást. Tegnaptól már a Zrínyi utca és Csengeri út kereszteződésében is dolgoznak. A csomópontban több közműszolgáltató is dolgozik. Itt dolgoznak az EON-nak a szakemberei, akiknek a legfontosabb feladata a belváros gázellátásának a biztosítása. Tehát nagyon fontos, hogy itt a csomópontban megtörténjen a gázvezeték gáz alá helyezése, még a hideg idő beérkezése előtt. Illetve szennyvízrekonstrukció és ivóvízrekonstrukció is történik a csomópontban. A lezárás keddi napon kezdődött meg, és mintegy 3 hetes intervallumra tervezzük. Előre láthatólag december 2-án tudjuk visszaadni a forgalom részére.
Felavatták a letenyei tűzoltóőrsöt. A katasztrófavédelem 2012-ben indította el őrs programját, melynek célja, hogy mindenhova a lehető legrövidebb időn belül érkezzen meg a segítség. A programnak köszönhetően az országban a 46. Zala megyében a 3. katasztrófavédelmi őrs állhatott szolgálatba. Ünnepélyes keretek között adták át tegnap az ország 46. Zala megye 3. katasztrófavédelmi őrsét Letenyén. A katasztrófavédelem 2012-ben indította el őrs programját azzal a céllal, hogy csökkentse a hivatásos egységek vonulási idejét és felszámolja az úgynevezett fehérfoltokat az országban. A kormány nagy figyelmet fordít arra, hogy ezek a fehérfoltok eltűnjenek, és ennek egyik jele az, hogy Zala megyében immár 3. alkalommal avathattunk egy olyan őrsöt, ahonnét sokkal gyorsabban tudnak reagálni az esetleges katasztrófa helyzetre az itt dolgozó tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek. Ezért nagy öröm, hogy Letenyén megvalósult el az őrs, innét 27 települést érnek el sokkal gyorsabban, mint hogyha a kanizsai vagy éppen a lenti tűzoltókra várnának. A nemzeti színű szalag átvágása után a történelmi egyházak képviselői is megáldották az épületet és a benne szolgálatot teljesítő tűzoltókat. A könnyű szerkezetes épület megfelel a kor legmodernebb építészeti és energetikai elvárásainak. Az őrsöt Európai Uniós forrásokból építették, a területet pedig a letenyei önkormányzat biztosította térítésmentesen. November 1-én kezdte meg a működését ez a katasztrófavédelmi őrs, azóta már 3 éles riasztása is volt a tűzoltók. Két műszaki mentéshez és egy lakástűzhöz kellett kivonulniuk. Ebben a katasztrófavédelmi őrsben az év 365 napján, a nap 24 órájában 4 tűzoltó teljesít majd szolgálatot. Az új épületben a település nagy múltú önkéntes tűzoltó egyesülete is helyet kapott. Az ő gépjármű fecskendőjük is itt áll majd készenlétben. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Kodályra emlékeztek, kórus találkozó volt Kanizsán, Lovásziból is érkezett fellépő. Próbanyelvvizsga, mintegy 130 diák vett részt az ingyenes felmérésen a mezőgimnáziumban. Gólyaavatás, ügyességi feladatok és tánc várt az első éves cserhátisokra. Kórus találkozót tartottak a Voke Kodály Zoltán művelődési házban. A rendezvényre 10 művészeti csoport érkezett, a dalárdák, a magyar népdalok és nóták mellett még skót, svájci és portugál énekeket is előadtak. A találkozót Kodály Zoltán születésének 135. valamint halálának 50. évfordulója tiszteletére tavaly rendezték meg először. Zengtek a népdalok a Vokéban tegnap délután. A művelődési ház kórusa az idei találkozóra különleges énekekkel is készült. Nagyon sok a nyugdíjas énekkar is, de a közös vonás bennük az, hogy a magyar népzenét ápolják mindnyájan hagyományaikban, az öltözködésükben és egyebekben. Ennek az általam vezetett énekkarnak is ez a fő profilja, és a mai nap tulajdonképpen egy kicsikét bővítjük ezt a repertoárt, hiszen olyan népdalokat fogunk énekelni, amelyek népdalok, de nem magyar népdalok lesznek, hanem énekelünk skót népdalokat, 2, egy svájci népdalt, egy portugált és egy svéd népdalt is. A rendezvény célja hagyományos magyar népdalok megőrzése és továbbadása a fiatal generációk számára. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar kultúra hagyományait ápoljuk és tovább örökítsük az ifjú nemzedék számára. Ez a mai nap egy picit erről kell, hogy szóljon, de természetesen ez egy baráti találkozó, rég nem látott művészeti csoportok találkoznak, nagyon jó hangulatban, reményeim szerint jó hangulatban fog zajlani ez a mai rendezvény, és itt nálunk mindig minden kulturális találkozó a vidámságról, a szeretetről, a boldogságról, a művészetről szól. A Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház kórus találkozója idén is népszerű volt a dalárdák körében, még Lovásziból is érkeztek fellépők. Bemutatta legújabb kötetét M. Csóti Ágnes. Az érdeklődők a Csodavilág című kisregény mellett a szerző Napfogyatkozás című novelláját is megismerhették. A tegnapi eseményt a Hevesi Sándor Művelődési Központ és az intézményben működő Belvárosi Nyugdíjas Klub közösen szervezte. A Napfogyatkozás már előbb megjelent a tavalyi évben. A Csodavilág az pedig most. A Napfogyatkozás inkább rólam szól, a családomról, a lelki életemről,
adott olyan történetek, amik megindítottak engem az utcát járva, Kanizsa utcáit járva, furcsa dolgokat láttam, ami arra sarkalt, hogy írjak rövid kis történeteket, nem hosszúkat, hanem csak amiben el tudok mesélni egy-egy mozzanatot, egy-egy pillanatot, amit látok magam előtt. A másik könyvem, a Csodavilág, ez már inkább az utazások történetei. Olyan sok helyen jártam a világban nem annyira, inkább a környező országokban, sok furcsaságot láttam, és 5 évvel ezelőtt voltam kint Manchesterben egy Bee Gees koncerten, ahova soha nem gondoltam, hogy el fogok jutni, mint nyugdíjas. Főleg, mint nyugdíjas nem gondoltam. És akkor úgy összejött az egész életembe, hogy na most akkor kimerjek indulni. Nyugdíjasként elindultam, és ezt a történetet szeretném visszaadni. Ez egy novellánál több. Ez egy hosszabb történet, ami inkább már egy kis regény. Próbanyelvvizsgát tartottak a mezőgimnáziumban. A felmérés ingyenes volt a helyi diákoknak, mert az iskola már 2 éve egy nemzetközileg elismert nyelvvizsgaközpont partnerintézménye. A teszten több mint 120 próbázó vett részt. Nagy sikert aratott idén is a mezőgimnázium diákjai körében a próbanyelvvizsga, rengetegen jelentkeztek rá. Barabás Regina Réka felsőfokú számon kérésre készül, így neki különösen nagy segítség ez az ingyenes lehetőség. Tavaly is ugyanúgy részt vettem ezen a próba nyelvvizsgán, és a nyelvvizsga sikeres lett, majd utána pedig elmentem rendes nyelvvizsgázni, és az is sikerült, most pedig a felsőfokú nyelvvizsgát próbálom ki, és mindenképpen szeretnék majd felsőfokú nyelvvizsgát tenni, ugye? És szerintem tényleg ez egy remek lehetőség, mivel ingyen van, itt az iskolába írhatjuk. A gimnazistáknak különösen fontos a sikeres felkészülés, hiszen 2020-tól kötelező lesz legalább egy középfokú nyelvvizsgát megszerezni a továbbtanuláshoz. Célunk, hogy segítsük a gyerekek nyelvvizsga szerzési lehetőségeit, és bővítsük azokat a lehetőségeket, amikor a nyelvvizsga előtt egy kicsit meg tudják méretetni magukat. Ez az alkalom a második iskolánk életében, amikor közel 130 diák ír próba nyelvvizsgát, 14-en emelt szinten, és a többi diák pedig középszinten méretteti meg magát. A budapesti vizsgaközponttal kötött megállapodás értelmében Nagykanizsán a Zsigmondi iskola és a mezőgimnázium szervezhet angol nyelvből ingyenes próbavizsgát. Felavatták a Cserháti is gólyákat. A Cserháti napok mai állomásán a 9. évfolyam osztályai mérték összetudásukat táncban és ügyességi feladatokban. A 9. évfolyam osztályainak táncával kezdődött a gólyaavató. Az intézményben már hagyomány, hogy az első évesek különböző feladatokban mérik összetudásukat. Én már túl vagyok egy gólyaavatáson, ami nagyon jó élmény volt számomra is, és izgalmas, és jó feladatokat találtunk ki neki, de majd a képek magukért beszélnek. A felsőbb éves szervezők elmondták, hogy úgy állították össze a feladatokat, hogy a hangsúlyt inkább az ügyességre helyezték. Törekedtünk arra, hogy ne féljenek, hanem inkább legyenek bátrabbak. És hát, hogy nem szeretük volna annyira őket megszivatni, hogy ne menjen el tőle a kedvük, meg hogy majd következőleg is ők is hát ne annyira szivassák meg. A programsorozat pénteken zárul, akkor gyárlátogatáson és szakmai előadásokon vehetnek részt a fiatalok. A Tungsram kanizsai üzeme is csatlakozik a Modern Gyárak Éjszakája elnevezésű programhoz. A lámpagyárba péntek délután 4 órától egészen este 9 óráig várják azokat, akik kíváncsiak, hogyan készülnek a különféle fényforrások. A nagykanizsai üzem Európa legnagyobb lámpagyára, így az egész kontinensen egyedülállónak számító technikákat, valamint felszereléseket tekinthetnek meg az érdeklődők. Nagykanizsa az a Európa legnagyobb lámpagyára, tehát ott amit láthatnak, azt nagyon sok helyen máshol nem lehet megnézni. Az alaegerszegi gyárunkban, ugye az egy kisebb egység, de arra ugyanolyan büszkék vagyunk, ott is számos gyártási folyamatot megtekinthetnek a résztvevők, készíthetnek fotót is magukról, és hát egy ilyen nagy országos mozgalom keretében érezhetik magukat, amelyen ugye többet nem vesznek részt Magyarország szerte. Teltházas mérkőzésen oroszlánként küzdve búcsúzott a Magyar Kupából a Tungsramese Nagykanizsa férfi kézilabda csapata. Madarász Péter együttese tegnap este a Ferencvárost fogadta a Zsigmondi csarnokban. A több mint 400 néző előtt megvívott találkozót 28-36-ra nyerte meg a fővárosi zöld-fehér együttes.
Az utóbbi hetekben már a bajnokikon is kiváló formát mutató Ferencváros érkezett tegnap este Nagykanizsára. Az Ancsin Gáborral felálló csapat igyekezett minél hamarabb eldönteni a párharcot, így szinte a legerősebb összeállításukkal kezdték a mérkőzést. Az NB1-bés Tungström az első játékrészt 8 góllal bukta el, a második félidőben próbált közelebb kerülni Madarász Péter együttese az akkor már tartalékos FTC-hez, de a több fiatalt is bevető zöldfehérek végül magabiztosan nyerték meg a találkozót. Egy jó mérkőzést tudtunk játszani, sok gól esett a mérkőzésen, úgyhogy ez a közönségnek biztos, hogy nagyon tetszett, és ahogy hallottam, élvezték és a mérkőzést szurkoltak, úgyhogy végül is mi megnyertük a meccset, ez volt a célunk, fiatalok is játszottak, úgyhogy a lényeg, hogy sikerült behúznunk a meccset. A kanizsai csapatnak összességében nincs oka a szégyenkezésre, hiszen másodosztálybeli újoncként próbált meg mindent, és több szépségdíjas találatot is szerzett az első osztályban is merész célokat kitűző FTC ellen. Egy osztály különbség van a csapatok között. Én úgy gondolom, hogy ez látszott is, amikor a Ferencváros egy úgymond normális erős sorával állt fel, akkor azért elég nehéz volt nekünk ott betalálni. Azt is beszéltük, hogy azért próbáljuk meg a minél egyszerűbb, minél gyorsabb gólokkal befejezni. Azért látjuk azért, hogy ezért más tempót képviselnek, komoly játékosaik vannak, és azért ez kitükröződött a mérkőzésen. Amikor a úgymond fiatalabb, vagy kicsit gyengébb, nem gyengébb, de inkább fiatalabb játékosok kerültek fel a pályára, az ott látszott azért, hogy azért nekünk is van keresnivalónk. A találkozó végeredménye 28-36 lett, így a Tungström kiesett a Magyar Kupából. A nagykanizsai csapat a hétvégén ismét hazai környezetben lép parketre. A bajnoki találkozón az ellenfél a Telekom Veszprém U21-es csapata lesz. Megszerezte élete első érmét a felnőttek országos bajnokságán az ifjúsági korú kanizsai úszó. Varga Dominika, a délzalai vízműese versenyzője 50 méteres pillangóúszásban végzett a harmadik helyen a 100 halombattán rendezett rövid pályás bajnokságon. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Köszönet! Elismeréseket is átadtak a Szociális Munkanapja alkalmából rendezett városi ünnepségen. Átadták, felavatták a letenyei tűzoltóőrsöt, így a térség településeire hamarabb érkezik a segítség. Oroszlánként küzdöttek, jól játszott, de a Fradi elleni meccsen kijött az osztálykülönbség, így elbúcsúzott a kanizsai férfi kézilabda csapat a Magyar Kupától. Ez volt a Kanizsa TV híradója november 15-én, csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!